Most már egy néhány kérdés óta az egyéni választókerületekről beszélgetünk gyakorlatilag, akkor adja magát a kérdés, ahogy kik voltak azok a személyek, akik ténylegesen mondjuk döntést meghozták, hogy hol legyenek az egyéniknek a határai. Elmondom, hogy miért fontos ez a kérdés. Ugye az elmúlt 30 évben ez azért időről időre előjön olyan témák kapcsán, hogy például, ha megnézzük, 2002-ben a második kerületben volt 73.298 választópolgár, ugyanebben az évben Csepelen 65.607-en éltek. Ezzel szemben, tehát egy 8000 fővel többen élnek a második kerületben. Ezzel szemben Csepelnek gyakorlatilag van két egyéni országgyűlési választókerülete, miközben a második kerület önmagában véve alkot egy egyet, valamint a többi része a várral van összekötve, a magyarul az első kerülettel. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan húzunk meg határokat. És ugye a választásoknak a legkisebb egysége ugye a szavazó körzetek, amiből körülbelül van 11 ezer az országban, és közel nem mindegy, hogy hogyan vannak meghúzva ezek a határok. Ezeknek a határoknak a meghúzásában volt-e bármilyen lehetősége, vagy bármilyen módon beleszólhatott-e ténylegesen technikailag a tanácskozáson résztvevők köre, vagy inkább ez a minisztériumban születhetett meg, tehát ott húzhatták meg a végső vonalakat. Én úgy emlékszem, hogy kormányhatáskörbe tartozott a konkrét választókerület, egyéni választókerületi beosztás. Tehát azt mondta meg a törvény, hogy az egyes megyékben és Budapesten hány egyéni választókerület van, és hány listás. Az egyéni választókerületekről külön úgy rendelkezett a törvény, hogy azok nem léphetik át a megye határt, tehát minden, nem volt olyan, hogy egy egyéni választókerületnek egy része Pest megye, más része Bács-Kiskun megye legyen, hanem ezek az adott megye területén kerültek kialakításra, de kormányhatáskörbe tartozott ez a kérdés. Megjegyzem, egészen a 2011-es most hatályos törvényig, ami az országgyűlés hatáskörébe utalta a választókerületi beosztást, és most ha elővesszük ezt a törvényt, akkor igen vastag mellékletben láthatjuk, ahol utcákra bontva írják körül az egész ország területén a most már ugye csak 106 egyéni választókerület határát. Tehát én így emlékszem, hogy ez és egyeztetésről sem tudok. Én nekem sem ezt nem zárom ki, hogy esetleg volt valami, de nem tudok róla. Szerintem kormányhatáskör volt azon belügyminisztérium, és én szerintem figyelem el arra, hogy nem volt olyan választási földrajz, amit ma nagyjából tudunk, hogy hol milyen szavazók vannak. Ebből következően a dolognál, amire én emlékszem, az az, hogy egyenletesen legyen osztva. Tehát ott, ha jól emlékszem, egyszer-kétszer fölmerült, ez így nem lesz jó, mert vagy túl nagy, vagy túl kicsi lett a választókerület, de én úgy emlékszem, hogy a legelső rendszer kialakításán viszonylag sikerült arányos, és figyelme arra, hogy senki nem tudta, hogy melyik kerületben mi fog történni. Tehát azok, amik egyébként ugye Angliában is, meg Franciaországban is előfordultak, hogy szintén kormányzati hatáskörre való tekintettel a választások előtt átszabták a választókörzeteket, méghozzá úgy, hogy jelentős arányeltolódásokat csináltak. Itt ez nem játszott a 90-es választásoknál itt egyáltalán. Nem volt jelentősége. Ez egy icipicit némileg ellent mondok, mert az a jelenség, amiről Árpád itt a moderátori tevékenysége kapcsán beszél, azért ez fennáll. Tehát valóban voltak az országnak, és azért tudható volt egyes olyan baloldali orientáltságú részei, ahol nem érvényesült teljes mértékben a választójog egyenlőségének az elve. De az hozzátartozik a tárgyilagossághoz, hogy ez nem vált rendszer szintű problémává.